Sziasztok! Üdv mindenkinek, itt egy Robi, egy újabb kis SDR-es videóval jelentkezem, mégpedig az SDR Play RSP DX-el, amit az Anikó Kft-től kaptam, és most megpróbálom nektek bemutatni, hogy hogy is néz ki, mit is tud, meg mik a különbségek az SDR Play RSP 1A-hoz képest. De itt van a kezem ügyében az 1A, úgyhogy meg is tudom mutatni nektek a különbségeket. Ugye az 1A-n egy antenna bemenetünk van, ami mindent is csinál, tehát ezzel az egy antenna bemenettel vesszük az alsóbb sávokat és VHF-UHF sávokat is egészen föl 2 GHz-ig, tehát itt cserélgetnünk kell az antennákat, hogyha különböző sávtartományok között lépkedünk, plusz ugye van az USB csatlakozónk, és ugye a műanyag burkolatunk. Viszont a DX-en már 3 darab antenna csatlakozónk van, 3 darab antenna csatlakozó, méghozzá A, B és C csatlakozó. Az A antenna csatlakozó az 1 kHz-től 2 GHz-ig tud dolgozni, a B antenna csatlakozónk is ugyanúgy 1 kHz-től 2 GHz-ig, plusz itt tudunk felküldeni egy tápot, ha olyan antennát használunk, aminek kell némi nemű áram, 4,7 volt és 100 milliampert tud kimenni, ezt a szoftverből tudjuk kapcsolni. Majd van a C csatlakozónk, ami már nem SMS, hanem BNC csatlakozó, és itt 200 MHz-ig tud dolgozni az antenna, tehát akár 3 darab antennát tudunk rárakni, és nem kell cserélgetnünk, elég a szoftverből kiválasztanunk, hogy éppen melyikkel szeretnénk dolgozni, A-val, B-vel, netalántán a C-vel. Plusz csatlakozókat is találunk a készüléken, ugye hát a számítógéppel való kapcsolathoz ott a B-USB csatlakozónk, és van egy MCX csatlakozónk, amihez pedig egy külső órajelet tudunk csatlakoztatni, jobban mondva egy olyan eszközt, amivel akár a GPS-ekből jövő, GPS jelből jövő külső órajelet tudjuk bevinni az eszközbe, ezáltal még pontosabb frekvencia meghatározásra képes maga az eszköz. Plusz, ha nem mondtam volna, még ugye ennek fém burkolata van, és nem is vékony, tehát még jobb az árnyékolása magának az SDR vevőnek. Ugyanúgy a 10 MHz-es sávtartományt tudja, mint maga az 1-es verzió, és a pontossága is természetesen a TXCO-val megfelelően 0,5 ppm. Jó! Ami viszont kimaradt, és amit be is szeretnék nektek mutatni, mint demonstráció, van AM, FM és DAB broadcast filterünk, ugye egy keskeny sávszűrő nács, remélem jól mondom, de majd valaki kijavít, amit most meg fogok tudni nektek mutatni majd az antenna csatlakozókkal együtt, hogy is működik ez a szűrés. Jó, menjünk át a számítógépre és nézzük meg az SDR Uno-ba, hogy tudunk antennát váltani, és mi hogy működik. Itt is vagyunk az SDR Uno programban, és nézzük, mik azok a plusz gombok, amik megjelennek alap esetben az RSP DX felismerése után. Mint látjátok, már van egy antenna A, antenna B és antenna C gombunk, amivel a 3 különböző antenna között tudunk választani, hogy mit szeretnénk éppen aktuálisan használni. Plusz, ugyanígy itt is megvan a keskenysáv szűrőnek a kikapcsolási, bekapcsolási lehetősége, amit meg is mutatok nektek. Ez miért érdekes, ez a broadcast
Nács, remélem jól mondom, filter. Én jelen pillanatban egy FM műsor szóró adó alatt lakok, ez szó szerint értsétek, egy Tapolcán, a 11-es Y-ban, a ház tetőn, egy antenna árbócon, itt van a Katolikus Rádiónak az adója, ami 100 watttal sugároz, a 101,8 MHz-en, és ez nekem elég sok felharmonikust tud eredményezni itt az SDR vételen, de ezt mindjárt meg is mutatom nektek, meg azt, hogy hogyan tudjuk ezt a keskenysáv szűrőt így használni, tehát prezentáljuk és megmutatjuk ezt a működést. De indítsuk el magát az SDR vevőt. És jó, további jó repülés. Ez a légisáv itt a 125-5 egy picit és nekem be van kapcsolva a keskenysáv szűrő. Hogyha kikapcsolnám a szűrőt, és kapcsoljuk ki a szűrőt, kikapcsoltam a szűrőt, már is megjelenik a műsor szórónak ez a felharmonikusa, és ha átmegyek FM-be, akkor hallatszódik is az adás, és ugye ez 101,8-on ad, de hát itt van az antennától nem messze, fölöttünk egy 3 emelettel az adó 100 watttal, tehát tud csúnya dolgokat csinálni itt a közelbe. De ezért van a szűrő, hogy ki tudjuk kapcsolni, és ne kelljen hallgatni itt a műsorszorot. De még egy picit lejjebb menve a sávba, vagy hát bocsánat, inkább följebb, itt a 143 0,5-öt beállítom, és ide nézzetek. Tehát itt is látszódik nekem, hogy nagyon-nagyon nagy térerővel itt van a rádióadónak a jele, de ha bekapcsolom, akkor eltűnt. Ez nekem miért fontos? 143,05-ön van az űrradarnak a frekvenciája, és hát én ezt elég nehezen veszem itt a házba, hogyha ha nincsen bekapcsolva a keskenysáv szűrő. Kikapcsoljuk, és már is látszik, hogy hát kérem szépen, ez itt dolgozik, és csinálja a zajt, és a hasznos jelet pedig nem lehet venni. Én voltam egy Robi, ez meg volt akkor az RSP DX-nek a sávszűrős és antennaváltós bemutató videója. Sziasztok!